ezeket a nagyon érett, de még nem szottyat, vagy nagyon puha barackokat szoktuk befőzni, mert ez a legfinomabb télen, ez a legfinomabb a befőtben. Van, aki a fehér bélűt szereti, van, aki a sárga bélűt, hát nekem mindegy, hogy az nektarin, vagy őszi barack, vagy fehér bélű őszi barack, vagy ez a pogácsa barack, teljesen mindegy, barack legyen. Az a lényeg, hogy ettől a szőrös héjától azért megszabadítjuk, és akkor ki hogyan szereti, vagy mekkora az üveg, felébe vágva, vagy negyedelve beletesszük az üvegekbe, nyersen. Valamennyi sav azért kell hozzá. Én citromot fogok nyomni mindegyikbe, egy keveset, és ahogy ide teszem bele a előre megmosott és utána megtisztított barack negyedeket a vízbe, ebbe a vízbe teszek még citromsavat, hogy közben biztos, hogy ne barnuljon meg. És ez a sav is valamennyire ugye hozzájárul ahhoz, hogy savanykásabb legyen majd a kompót. Ugye minden édes dologhoz kell valami sav ahhoz, hogy egyensúlyban legyen, akkor lesz igazán finom. Tehát az első feladat az, hogy kifertőtlenítettük, kigőzöltük az üvegeket, utána a megmosott barackot lenegyedeljük, beletesszük egy citromsavas vízbe, és akkor utána folytatom. Ez a legnagyobb része, ez az egy, ami hosszadalmas, a többi nagyon egyszerű. Lassan végzek a tisztítással, darabolással. Vágtam úgy is, hogy félben legyen, és vágtam úgy is, hogy negyedben. Mert ha félben van benne az üvegben, akkor még egy picit gusztusosabb. Innen kezdve valóban nagyon könnyű a dolgunk. Fogjuk és szépen bele rakosgatjuk. Mindegyikre nyomok egy kis citromlét, és mivel az idei év azért nem tökéletes, nagyon finom a barack, nem egészen édes, úgyhogy most teszek rá egy-egy kanál cukrot. Természetesen ez ízlés kérdése, lehet teljesen cukor nélkül is, lehet több cukorral is, vagy esetleg egy pici édesítővel eltenni. És teljesen tiszta vízzel feltöltjük. Most csak bezárjuk őket. Nagyon fontos, hogyha újrahasznosítunk üveget, akkor is a tető az mindig új legyen, mert azt nem lehet rendesen kitisztítani. Tartósítószer, mivel dunsztoljuk, nem kell bele. Na és akkor jöhet a dunsztolás, a munkával kész vagyunk, most már csak várnunk kell. Töltünk vizet az automatába, alatta ugye itt van a kis terelő, ami miatt nem kap hirtelen nagy hőt. Szépen elhelyezgetjük benne az üvegeket. Lehet akár két sorban is telerakni az egész automatát. A lényeg, hogy akkor a felső sornak a kétharmadáig érjen a víz. Rátesszük a tetőt, és beállítjuk 85 fokra és 30 percre. Amint felmelegítette a vizet az automata, elkezdi visszaszámolni a 30 percet. Én benne hagyom kihűlni, mert az is jót tesz neki, hogy lassan hűl ki. És kész, nincs több dolgunk vele. Legújabb receptjeinket megtalálhatjátok az egy.hu receptkeresőjében.